Köszöntöm Gáspár Péter urat, a sümegi tűzoltóság parancsnokát. Az idei évi szára az meleg nyarat hozott a térségünkben. Volt-e jelentősebb tűzeset ebben az időszakban? Hát most a nyár alkalmával 4-5 esetben volt nagyobb tűzeset, ami említésre méltó. Volt Imrefalván és Zalárdő térségében nagyobb tarlótűz, 4-5 hektár, ami a betakarítás után keletkezett, és Csabrendeken volt 2 nagyobb avartűz, 2 hektáros, meg egy 3 hektáros, ahol több erőt kellett mozgósítani tűzoltóságnak. Közeledik az őszi időszak. Mire hívná fel az autósok figyelmét? Melyek azok a tényezők, amire figyelni kell a megváltozott útviszonyok esetében? Hát most ugye bekövetkezik az időjárásváltozás, fárásak, csúszósak, nedves az útfelület. Hát jó lenne, akinek telik rá a téli gumival felszerelni az autót, már sokat számít, meg visszavenni a sebességből, mert itt a környező járdai utak hamar ledermennek, lefagynak, és akkor megvan a baj. Közeledik a fűtési szezon. Milyen problémát jelenthet, ha valaki elhanyagolja a fűtésrendszer karbantartását? Hát most október hónapban már mi is ilyenkor idézőjelben várjuk a kémény tüzeket, ha mindenki nekiáll befűteni, és akkor jönnek rá, hogy tele van a kémény korommal, szennyeződéssel. Hát jó lenne még, aki nem tette meg idáig, kitakarítatna a kéményt, mert sajnos ebből volt tavaly is 10-15 alkalom, amikor kémény tűzre mentünk ki, általában este, éjjel, amikor már mindenki lefeküdt, és azt érezték, hogy tele van füsttel a lakás, már nem tudott kimenni a kéményen, úgyhogy mielőbb még tragédia lenne, hogy neki oldja meg ezt a kémény tisztítást. Volt a térségünkben olyan baleset, amelyet kiemelne nézőinknek? Most szerencsére nem volt az utóbbi hónapokban olyan balesetünk, műszaki mentésünk, ami említésre méltó. A múlt héten történt egy épülettűzünk, ami egy üzlet, egy volt üzlethelyiség a Petőfi utcában. Az égett le teljes terjedelmében, égett a tűz, okát még vizsgálják. Milyen szolgáltatásokat tud vállalni a helyi tűzoltóság? Hát bérmunkával tudunk vállalni magasba végzett munkákat, veszélyes fák kivágását, megnézzük, hogy milyen helyen van, ha el tudjuk vállalni, megcsináljuk, mert nekünk is ez bevétel, rendezvénysátrat állítunk fel. Köszönjük szépen a beszélgetést, és eredményes munkát kívánunk Önöknek! Köszönöm én is! Viszont!